Egyetemen tanítok, Na. és uh, rengeteget gyakoroljuk a hallgatóimmal azt, hogy most egy felvételi beszélgetésem van, ahol el kell a magát, tehát egy állási interjúm, és nagyon-nagyon nehezen megy nekik kifejezni azt, hogy mit akarnak, mire vágynak, milyen ambícióik vannak. Te ezen egyetemista korodban egy ilyen három lépcsősön túlestél. Igen. A Red Bullhoz. Igen, 15 éve, de durva. Készültél rá, vagy azt mondtad, hogy menő vagyok, laza vagyok, mint a rigalánc, oda megyek, aztán letolom. Életem első interjúja volt, és annyira fogalmam nem volt, hogy mit kell csinálni, ki volt írva, hogy, hogy keressük ezt a, ezt a Student Brand manager és erre a címre kell jelentkezni, ezen az e-mail címre kell jelentkezni. És írta nekik, hogy kedves címzet, takácsákosok, és jelentkezni szeretnék erre az állásra. És akkor visszaírtak, hogy kedves takácsákos lécest csatornája egy önéletrajzot. Tehát, hogy ennyire fogalmam volt és élveztem, tehát én nem gondoltam, a végén voltam már feszültebb, amikor már tudtam azt, hogy most már megkaphatom. Tehát amikor azt érezted, hogy van tétje, mert hogy bejössz nekik. Igen, hát 19 éves voltam, én előtte nem nagyon, tehát munkahelyem nem volt, így nyári munkát csináltam, de normális nagy cégnél soha nem dolgoztam előtte nyilván, és úgy voltam hogy jó, elmegyek, megnézem, megen, megnézem, milyen egy ilyen iroda belülről, meg hogy hogy zajlik egy ilyen interjú, aztán majd is lesz még sok. És akkor túl voltam, igen, három körös volt, csak a két kör után éreztem azt, hogy fú, most azért jó lenne, ha lennék a befutó. És azért addigra már kezdtem érezni, hogy ők mit keresnek, mit szeretnének, és ez nem azt mondja, hogy eljátszottam egy szerepet, mert nem állt egyáltalán távol tőlem az egész mentalitás, lehúztam 15 évet a márkánál, de nagyon igyekeztem, hogy, 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 hogy ha kérdeznek, akkor úgy válaszoljak rá, hogy azokat az információkat, amit tudom, hogy keresnek, és ami a kérdés mögött van, azt tényleg átadjam. Tehát átvetted a rezgésüket. Igen, igyekeztem. Ezt szerintem ez nekem amúgy ö, alapvetően ment. Tehát, hogy én nekem tökre működött az világ életemben, hogy leülök beszélgetni egy grafitissel, vagy leülök beszélgetni egy mc és utána meg fél mondjuk tárgyalok valakivel, aki ö, ö, fél Európában az egyik legbefolyásosabb ember a motorsportban. Hozzáteszem, hogy ez ez nem, tehát ez sok év kellett ahhoz, hogy ezt tudjam alkalmazni, mert volt, hogy például az érzelmek felülírták azt, hogy én hogyan oldanám meg a helyzetet, ott hülyén reagáltam, aztán kijöttem, végiggondoltam, és akkor megállapítottam, hogy hülyén reagáltam, és aztán rájöttem, hogy oké, okay, akkor mit tanultunk ebből, azt tanultuk ebből, hogy lekezem nem reagálunk hülyén. De ez tök jó, hogy egy fiatal embernek már akkor volt ilyen önreflexiója. Én pedig egy öregen sem nagyon tudtam megtanulni, hogy, hogy magamban érzek, hogy hülye hadasol rontottad el, hanem még pufogok egy ideig magamban. Tehát, hogy ehhez kell egy fegyelmezettség is, vagy egy önismeret. Igen, hát ez volt egy pont, amikor rájöttem arra, hogy ha megtanulom magamat kritizálni, akkor mondjuk sokkal könnyebben tudok fejlődni, meg sokkal jobban tudok menni előre, mert nem fogok beleszadni ugyanazokba a pufonokba még háromszor a pilvakert egy teljesen más kultúrában szocializálódott pasasnak kellett előadnod, és nyilván az is bele volt az agyadban, hogy ebből ő mit ért meg, hogy ez nekünk mit jelent, meg úgy az egész. Igen, ott igyekeztem nagyon, szerintem itt ismét az, hogy 23 éves voltam, tehát hogy, hogy szerintem ha akartam volna, se tudtam volna túl gondolni, nem volt még meg az a tapasztalat mögötte, Googlistam, leszettem a Wikipédiából csomó információt mögé, Petőfi Sándor életrajzát, azt, hogy az ő költészete mit jelent a, a magyar kultúrában, stb., tehát rákészültem. Alapvetően nagyon nyitott és nagyon befogadó fickó volt. De gondolom, hogy az, hogy most a Petőfi neki mit jelent, az az őt nem túlságosan érdekelte, gondolom a, 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 a brendet. Neki azt tetszett, hogy versek inspirálnak uh -huh. dalokat, és hogy a versekből uh -huh feltöltődve, meg, meg ihletet kapva dalok születnek. És alapvetően ez volt az az alap gondolat, ami megtetszett neki, meg nekik, és, és ennek a mesdjén, vagy hát így indultunk el. Sokszor táplálják azok, azon fiatalok felé, akik egyszer először egy nagyon nagyot dobtak legyen az filmrendező, akinek rögtön Oscar Díjas lett az első filmje, vagy egy író, vagy egy zenész, hogy óriási siker lett az első szám, hát a második az már nem olyan jó, mint az első, a második könyve hát gyengébb, tudod olyan, mintha van egy nagy film, és akkor van egy folytatás, és az már nem üt akkorát, hogy te is egy ekkorát ugrottál, 20 évesen, és most van egy elvárás feléd, hogy akkor ennek a srácnak most mindig más kell hozni. Tud ez nyomasztani? Persze, hát már annyi, annyi, olyan hamar mondták, hogy ú, innen hova tovább, meg hogy mi lesz veled jövőre, de hogy gondolkoztam azon, hogy ugye mi, amit megéltünk, az valóban egy picit szélsőséges, és nagyon sok jót hozott, tehát nagyon sok sikerélményt hozott, meg nagy dolgokat sikerült 20 évesen átélni. Tökre örülök, hogy ezt, ezt megkaptuk, meg ezt odaadta az élet, és hogy ezt egyetlen átélhettem, és amikor a, a, második idei előadás végén kiálltam a színpadra a csapattal, és ment a konfetti ágyú, és belenéztem az aréna, a, a, a teltházas arénába, akkor nem az volt bennem, hogy jaj, Istenem, már ezt jövőre is, igen, hanem az, hogy basszus, köszönöm, ezt átélhetem. Tehát, hogy én eljutottam valahogy, eljutottam magamat oda fejbe, hogy ez már, ez nekünk már megvolt, ezt mi átéltük, iszonyat király dolgokat élt meg ez a csapat együtt, meg én is egy csomó tök jó dolgot élhettem át. Ezt már ez, tehát ez a szakasz, ez, 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 volt, és most meg egy másik szakasz van, ahol amúgy va most valamiért nincs rajtam ez a bizonyítási kényszer. Egyrészt azért már amúgy tök jól érzem magam ebben a szakaszba, tehát hogy nagyon élvezem azt, amit, ami most van. Mert hogy megint teremtesz valami újat, Igen, az új Igen, nagyon élvezem. M15, hogyhogy hogy nem. Március 15 nével előrukkoltál el az új céget, de már mit nyilvánosan. Igen. Igen, mert én tudtam azt, hogy, hogy, tehát, hogy annyira szerettem a Red Bull-t, meg egy annyira izgalmas világba kerültem be általa, hogy, hogy én, én, tudtam azt, hogy máshol, ha elmennék alkalmazottnak, esetleg jobb csomagért, vagy magasabb pozícióba, akkor se érezném jól magam, mert annyi impulzus ért itt, hogy azt nagyon nehezen tudnám bárhol máshol megkapni, meg pótolni. És én mindig készültem arra, hogy kipróbáljam magam vállalkozóként. Mielőtt a Red Bullhoz jöttem is, már vállalkozgattam, ilyen tizenévesen Bocsia. rendezvényeket szerveztem, Jöjj! meg castingoltunk, meg próbálgattam én mindent, és, és vágytam rá, hogy, hogy ezt a nyomást újra átéljem, és tudtam azt, hogy akkor a szerelem a Red Bull, hogyha innen egyszer eljövök, akkor az a saját cégembe való átülést jelenti, és akkor ez történt most. Én ezt előrelépésnek élem meg a saját életemben, mert most magamnak dolgozom. És tehát ugye soha nem a névékártyámmal azonosítottam magam. Az, hogy például a piacra mertem lépni, az önbizalmam jelentős részét az adta, hogy körül vagyok véve olyan tehetséges emberekkel, meg olyan jó csapatokkal, akikkel hát, tudom azt, hogy, hogy ahogy eddig is, ezután is tudunk jó dolgokat csinálni. Tehát amúgy hozzáteszem, hogy lehet, hogy nem fogok dupla arénát csinálni mondjuk az elkövetkezendő két-három évbe, de pont azért is léptünk rá erre az útra, mert amúgy szeretnék még jó dolgokat csinálni, meg nagy dolgokat csinálni, de nem frusztrál az, hogyha mondjuk nem csinálok még egy dupla teltázas pillvakert. De akkor most én a szóvaidból azt vonom le, hogy ez a zenei vonal, ez megmarad. Más mellett. A, a zenei vonal az mindenképpen meg fog maradni, mert azt nagyon élvezem, tehát uh -huh. szeretnék vele foglalkozni. Nekem az a, az a cél hogy onnan datálom a sikerét a, a, vállalkozásnak, hogy, hogy, hogy működik, hogy financiálisan rendben van, tehát hogy, hogy, hogy rendben van a cash flow, hogy az emberek, akik ott dolgoznak, jól érzik magukat, biztonságban vannak, és tudunk dolgozni és teremteni, és amikor azt érzem, hogy stabil a cég, és, és azon az úton van, amire mondjuk én megálmodtam, akkor nagyon szeretnék zenei projektekbe elmélyülni, hogy egy kicsit kiművészkedhessen meg. Kis... De ez mit ja, nem, mind zenész, hanem mind... nem mint zenész, hanem mint? Nem, mint, producer mondjuk, Producciál. tehát ahogy eddig is, hogy, hogy a kreatív oldalról, hogy összerakni a csapatot, hogy kitalálni egy koncepciót, hogy azt esetleg életre hívni, abból nagyobbat csinálni, tehát ezt imádom. Összeállt a csapatod most már? Igen. Arról lehet hogy mi lesz az első ilyen nagyobb projekt? Most egyelőre tényleg még visszadolgozunk a Red Bullnak, külsősként segítjük a működését a marketingosztálynak ami amúgy megtisztelő, hogy tök jó érzés, hogy azonnal ügyfelünk. Pótolhatatlan vagy. Ez nem igaz, de ettől függetlenül tök jól esik, hogy. hogy az, az is hogy annak öröknek, hogy ilyen szépen tudtunk elválni. Igen, tehát nem haragban. Az egyetlen dolog, amihez így én kötném magam, és örülnék, ha mindannyian így tennénk a csapatnál, hogy olyan munkákon dolgozunk, amivel tudunk azonosulni. Tehát, hogy a mindset az egyezzen az ügyfélel, meg a, a partnerrel, akivel dolgozunk, mert nyilván akkor tud a végtermék olyan lenni, amit büszkén felvállalunk. Úgyhogy ez az egy. Amúgy annyit kértem a csapattól, amit eddig is csináltunk az elmúlt években, hogy legyünk maximalisták, legyen profi, amit átadunk, és legyünk, tehát hogy legyen az egész brigád normális, és olyan, akivel mondjuk két hét múlva is szívesen dolgoznak együtt. És szerintem úgy, hogy ezek működnek, és mellé még amúgy mm. tényleg van kreativitás, vagy nem csak rossz dolgokat, akkor muszáj, hogy működjön. Hát most leírtál egy normális munkahelyet. Hát ez a cél, a, amúgy. Ahol lehet. Tehát, hogy, ne, tehát, tehát, hogy amúgy nem, nem műholdat akarunk építeni két hét múlva, tehát teljesen reális célokat tűztünk ki. De én azt gondolom, hogy, hogy be tudunk tömni egy, egy részt ezzel az egész attitűddel, meg a működéssel. Az új kliensek, nem tudom, hogy fogalmazom, ügyfél, igen. Ö, ők téged akartak, nyilván téged akartak. Hmm, de igen, de lehet, hogy engem láttak meg először vagy fedeztek fel először, de amúgy azért én már évek óta csapatban működöm, kezdetek a csapatban működöm, és ez, az tök egyértelmű, hogy például egy, egy arénát, vagy bármelyik eseményt, vagy amit csináltunk az elmúlt év, ezt lettem volna egyedül megcsinálni, és ezért velem együtt meg jár egy, egy package, egy Aha. nagyon jó fej, értelmes csapat, és aztán szerintem lehet, hogy az elején engem akarnak, és aztán meg beleszeretnek a többi emberbe a csapatba. Aminek nagyon örülök ezzel a, 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 a saját céggel, hogy egy csomó, tehát én ugye eddig egy márkának egy termékén dolgoztam. És most ez ugye nekem nagyon kinyílik a világ, hogy, hogy, hogy csomó szektorban, meg csomó minden másba beleláthatok. Ez sokkal több felé kell Igen, hogy... és érdekel az, hogy hol van az, ahol mondjuk a működésemmel lehet, hogy másképpen is belefolynék majd egy-egy szektorba de ez most már kiderült, hogy aztán tudod aztán delegálni a feladatokat, tehát nem az a típus, hogy mindent maga akar, de mert csak akkor van jól megcsinálva, ha én megcsinálom. Nem, így mikromanageltem én is nyilván, főleg a, a Pilvakerben, de aztán rájöttem, hogy, hogy sokat messzebbre megyek, ha nem, ha nem azt csinálom. Rám szóltak többször, mondták az idősebb, oszt, például osztrák vezető, hogy Ákos, tanulj meg jobban delegálni. Ja. És akkor gyakorolva, hát én nem egyből, de így megtanultam. De például én, én figyelgettem a, a nálam idősebbeket, meg azt, aki hasonló területen van, én írtam magamnak egy listát, hogy kik azok az emberek a környezetemben, aki szerintem olyan életet él, vagy felhalmozott olyan sikereket, vagy tudott egy olyan ö, életet megteremteni magának, ami nekem példaértékű. Na, most feldobtad a labdát például. Hát például te. Há, már! Ne, ez nem, nem. Mondd már! Van például egy, egy filmes barátom, aki filmrendező, és egy nagyon nagy céget tudott felhúzni a saját szakmája köré, és nagyon ügyesnek tartom, mert ugyanazt csinálja, ugyanúgy oldalzsebes gatyába jár, csak mellette van egy, 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 egy nagy cége, sok sikerrel, és, és mégis abban pörög a mai napig, amit szeretett. hogy inkább ezek, a, ezek voltak nekem a, a... Van egy barátom, aki az usa él, ő sport közegben dolgozik, reggel, azt nem fél ötkor kell, fél hattól szóval szóval dolgozik, jön. szerelmes abban, amit csinál, nem él egyáltalán extra fényűző életet, viszont az egyik legboldogabb ember, akit valaha láttam. Tehát egy, így kinéztem, hogy így mi az a, az a, modell, ami nekem szimpatikus, és most megpróbálom elérni. Amikor készültem uh, rád, és hallgattam mindenféle podcastokat, olvastam cikkeket, egy dolgot nem találtam, lehet, hogy én voltam a béna, hogy, hogy, honnan, hogy ki, kik a családtagjaid, apukád, anyukád, akik most nyilván rohadtó büszkék rád, mert még mindig te vagy az ő kicsi fiúk. Mm. Apukám Laci, anyukám Zsuzsa, és van egy öcsém, és nem vagyunk, tehát nem egy nagy család, amilyenk, nincs unokatesünk, mind a két szülöm egyke, nagyon, tehát így jó, jóba vagyunk, tehát hogy így elég összetartó a család. Apukám fogorvos, anyukám már nyugdíjas, bár nem látszik rajta ő orvos marketinges volt annak idején, és én amúgy a nagyszüleimmel is elég közel álltam, sőt nagyon közel voltunk, ők sajnos már nem élnek, de anyukám mondta egyszer, hogy mindig a apámat említem interjúba, úgyhogy után ezúton... Az apukádra egyébként igen, olvastam. Igen, anyukámat ugyanúgy szeretem, csak őt lehet, hogy akkor kevesebbszer mondtam. Jóba vagyunk, közel lakunk egymáshoz, most Balatonon egymás mellett, vagy együtt szoktunk nyaralni, tehát hogy ott vannak a nyaraló egymás mellett. A sikereidhez az hozzájárult, hogy egy egy erős backgroundod volt, tehát egy kvázi olyan család, akik összetartanak, most nem a magánéletembe uh -huh. akarok vájkálni, de hogy nem voltak komolyabb traumák, vagy bíztak benned? Nem voltak, amúgy tényleg biztos, meg nyilván azt szerintem tök sokat adott, hogy szeretetben nőttünk föl mind a ketten az öcsémmel. A, például az érdekes, hogy az apukám, ő nagyon más, tehát hogy mi, ő meg én, mi, mi tűz és víz vagyunk, jóba vagyunk, de, de teljesen, tehát hogy a, hobbijaink azok teljesen mások, egy csomó mindent a világon tök máshogy élünk, meg engem nagyon érdekelt, a karrier, meg, tehát ugye abszolút pörgök a, 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 ezekben a dolgban, apukám meg a, a abszolút nem a kapitalista fogorvos. Tehát, hogyha most oda mész hozzá, és azt mondod, hogy figyelj, nagyon fáj a fogalom, viszont nincs rám pénz, mondja, hogy a megcsinálom. Tehát, hogy egy, egy tök nagyon jó ember, nagyon a hivatás oldalról fogja meg ezt, és amit szerintem nagyon jó. Hát akkor te tényleg más vagy. Nagyon. Mert... Tehát, hogy mi, ebből mondta nekem, amikor még mi volt, gimnazista voltam, hogy hogy nem tudtam eldönteni, hogy a műszakire menjek, vagy a sotére, és mondta, hogy szerinte ne a sotére. Úgyhogy amúgy nyilván örült volna, ha, ha, ha én is orvos leszek. És miért ezt mondta szerintem? Nem mondta, hogy ismer engem annyira, hogy tudja, hogy nekem nem az a legjobb irány. De azért, mert az egy olyan pálya, ahol keveset keresel jó sokáig, nem, nem. Hogy nem egy nem, életen nem, nem, át. Nem, hanem tudta azt, hogy valaki például én fogorvos leszek, és valaki beül a székembe és kinyitja a száját, akkor én elfutok. És ebbe, ebbe... Ha, ja, azt hittem, hogy, hogy, a biznisz szemléletedet láttam meg. Ja, nem, meg amúgy, amúgy hozzáteszem, hogy szerintem nekem egy csomó mindenben később alakult ki a biznisz. Tehát én például később láttam át szerintem dolgokat, meg, meg kapcsolódási pontokat, meg, meg azt, hogy hogyan működik a, a pénzpiac, a gazdaság, stb. stb. mint sokan, akiknél láttam azt, hogy egy olyan családi háttérből jönnek, hogy a vasárnapi elbédné elmagyarázták nekik, hogy mi az, hogy tőzsde. Uh -huh. Mert nekem nem. És ez nem baj, ezt mind magamtól kellett felszedjem, ezért szerettem olyan embereket figyelgetni, akikről tudtam azt, hogy jóval van nagyobb tudásúak, mint én. És, és amúgy, tehát hogy, tehát, hogy tökéletes, ez egyáltalán nem volt meg akkor, és szerintem én ebben például egy picit, ezt nem hogy elkéstem, de később szedtem föl bizonyos tudást hát magamra. Ahhoz képest, hogy 23 évesen már a, a pívakert csináltad, azért az nagyon durva. Sok szempontból igen, nagyon sokat adott a, a Red Bull, meg nagyon hamar bele, sőt, tehát nagyon sokat adott a Red Bull, nagyon hamar bele tanultam egy csomó mindenben. Nekem nagyon kinyílt a világ, amikor felvettek a céghez. Tehát ugye előtte nem tudtam, hogy mi az, hogy fine dining, a pomodoróra gyűjtöttem szerintem egy hónapig, hogy egyszer elmesek oda vacsorázni. Miért akartál te a pomodoróba menni? Mert? mert imádom a lazányét, és azt tudtam, hogy ott nagyon jó. Ja, jó. Azt hittem, hogy egyfajta ilyen kis sznobizmusból. Nem, nem, csak mondták, hogy ott nagyon finom, és, és tökre el akartam menni, meg akkor már a, a cég dolgozott együtt a Jenny-val és, ha. és akkor mondtam, hogy fú, biztos, hogy csinálják a lazányét. <laughs> szóval így, így, tökre vágytam rá, hogy így eljussak oda. Úgyhogy, úgyhogy nagyon kinyílt a világ azért. Nekem ott, és amúgy imádom azt, hogy a, hogy a szüleimmel. Például az érdekes sztori, hogy amikor egy picit elszaladt velem a ló, vagy így hirtelen jött sok siker, akkor azért voltak pontok, amikor helyre kellett magamat rakni, és ez nem azt jelenti, vállalhatatlan voltam, de azt is jelenti, hogy lehettem volna egyel visszafogva, és ez nyilván mindig ott volt egy. Vagy egy pofon, vagy egy önreflexió, hogy, hogy most rossz fej vagy, és vegyél vissza magadból. És ezt a szüleid is mondták? Nem, amúgy viszont éreztem a, a viszonyunkon, hogy nekem kellett egy picit így az egészen dolgozni, hogy vissza, hogy normalizálódjon a viszonyunk. Tehát, hogy nem ő tehát, miattuk, hogy Tehát, so hogy sose értél rá. Hát igen, meg... Például... hívott, hívott, csak most az anyák panaszait, hát... hagyd mondjam, te meg három percet volt rá. Na, anyukám, miért hívogatos típus? Igen. De inkább arra gondolok, hogy... Hogy például lehet, hogy magasabbak lettek az elvárásaim feléjük, holott ők a családom, és ez nem volt oké. Okay. És akkor el kellett jutnom oda, hogy nem szabad uh, így viszonyulni hozzájuk, és, és nem szabad a magasabb elvárásokat támogatni. De ez milyen elvárás? Hogy ne rántott csirke legyen ebédre, hanem. Hát... Igen, például, hogy nem, Rák. mondjuk nem, mert a rántot, nem tudom már, de inkább az, hogy talán kritikusabb voltam, és tehát egy egy, 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 kis hülye, hülye gyerek, Aha. és, és akkor abból észeket venni azt, hogy vegyél vissza, és ez nem azt jelenti, hogy tehát, hogy szerintem egy nagyon nagy eltévedés nem volt, de azért voltak olyan életszakaszok, amikor szerintem például jót tett volna, hogyha mondjuk van oda olyan valaki, és azt mondja, hogy volt olyan amúgy, hogy nagy az arcod, vegyél vissza. És volt, a, megcsinálta velem ezt a Molnár Gábor, a Gold Record kiadós. Molnár Gábor, és egyszer felhívott, és mondta, hogy figyelj, nagyon szeretlek anyagilag is valamennyire függünk tőletek, hiszen sok előadónkra költ a cég, tehát hogy ez neki lehet, hogy nem egy jó monológ lesz karrier szempontból, vagy egy üzleti szempontból, de hogy mondta, hogy nagy a pofád, és ez nem áll jól, nem vagy ilyen, gondolkozz el, és így fogtam a telefont, és, és igaza volt, és, és, akkor ez így leesett hideg zuhanyként, ez akkor nagyon mélyre ment, tehát hogy nyilván nagyon rossz volt így ráébedni, hogy igaza van és aztán a, hát nyilván azóta a Molnár volt még jobban kedvelem, és nagyon becsültem benne azt, hogy így, így ezt így bemondta. Azóta Mások utálják, ha tükröt tartanak nekik. Hát de nekem például ezzel a Molnár -tök sokat adott akkor. Amúgy a mai napig nagyon jóba vagyunk. Mondtam neki, hogy ezt bármikor tegye meg, hogyha úgy érzi, hogy így van. De szerintem például ez egy nagyon jó, kor, nagyon jó csapást mért rám. De nem volt, de ez nem rossz indultba tette, ez pont ellenkezőleg. Kicsit ilyen atyajan. Uh -huh. Érdekes, hogy te majd vajon észreveszed-e a gyerekeden? U, ez nem lesz könnyű azért biztos. Mert az ember nagyon elfogult. Gondolkoztam hogy ez biztos, hogy nagyon nehéz. Meg nyilván valószínű, hogy csinálod, ahogy jónak látod, és van egy évekkel később derül ki, hogy jól csináltad de vagy nem. Tehát valószínű, hogy ez még egy next level, de most egy olyan megpróbálom megugrani, amiben vagyok. Szerinted a szüleid jól csinálták? Én azt gondolom, hogy, hogy a, az a jó válasz erre, hogy a tudásuk, vagy tehát a lehető legtöbbet adták, amit tudtak meg a legjobban, és, és szerintem ez elég. Mert nyilván aztán, ami meg, tehát nincs olyan a tökéletes, ők szerintem mindent beleadtak, én úgy nőttem fel, hogy, hogy szeretetben, meg egy, egy boldog családba, és ha meg volt bármi, amit hoztam magammal, ami még dolgozni kell, akkor azt azért ennyi időskorra meg már az ember ledolgozza, remélhetőleg, legalábbis én igyekeztem. Nagyon szépen köszönöm. Én is.